Ahogy Kulcsár Krisztián Mobelnök az eskütétel előtti köszöntőjében mondta, a tokiói minden tekintetben egy páratlan olimpia lesz, páratlan évben, páratlan előzmények után, remélhetőleg páratlan magyar sikerekkel. Páratlanok lesznek a körülmények is. Ne felejtsétek el azonban, hogy az olimpia elhalasztása siker, a ránk váró szigorú körülményeket pedig fogjátok fel az olimpia megrendezésének áraként. De ezen a különleges olimpián páratlan élményekkel gazdagodtok majd, életetek egyik legnagyobb sportélménye előtt álltok. Egy hosszú időszak végén vagyunk, és elértük a célegyenest. 3 hét múlva fellobban a láng. Helyén való ilyenkor köszönetet mondani. Köszönöm az egyesületeknek, a sportági szövetségeknek, edzőiteknek és a stábnak, aki a felkészüléseiteket segíti, a partnereknek és támogatóknak, és természetesen a magyar kormánynak, aki mindent megtett, hogy a felkészüléshez a lehető legjobb körülményeket biztosítsa. De mindenekelőtt nektek, olimpikonoknak köszönöm, legyetek büszkék magatokra. És büszkék lehetnek magukra a ferencvárosi sportolók is, hiszen nem sok hiányzott a rekorddöntéshez. A tokiói olimpián ugyanis klubunkból összesen 22-en képviselik majd hazánkat. Ez minden idők második legnagyobb fradi létszáma az ötkarikás játékokon. 1960-ban Rómában 25 fradista volt jelen az olimpián. Ami pedig az összetételt illeti, lesznek nagy nevek és eddig talán ismeretlenek, sokat látott rutinos klasszisok és tehetséges ötkarikás újoncok is, mint például Vályi Vanda, aki már a nem mindennapi kerethirdetéskor érzékenyült. Kedves Vályi Vanda! Az a megtiszteltetésért, hogy én köszönhetlek először az olimpiai keretben. Szívből gratulálok, és alig várom, hogy lássam a játékotokat, és újra olimpián szurkolhassuk a női póló csapatnak. Hajrá, csajok! Ugye én Androkán Nórit kaptam, abszolút van közös történetünk, mert egy autista kampányon mi mind a ketten részt vettünk, és ugye ő ott is ott volt, és tehát én nekem abszolút jól esett, hogy ugye ő ráesett a választás, hogy ő tőle tudtuk meg, vagy tudtam meg, és a videó az meg egyszerűen zseniális volt. Tehát annyira meglepett minket, és annyira egy jó szívű, egy jó ötlet volt, hogy én a társaim nevében is mondhatom, hogy ez egy nagyon jó videó lett. Pár nappal a születésnapod előtt lehet akár egy döntő is az olimpián, ebbe is belegondoltál? Mit tud ez a csapat? Igen, abszolút. Én egy döntőt szeretnék a előszülinapi ajándékként kérni magunktól, viszont még hosszú az út odáig. Szeretnénk lépésről lépésre haladni, ugye elsők ebben a csoportmérkőzések, negyed döntő, elődöntő. Vályi Vandával ellentétben Verrasztó Evelinnek már komoly olimpiai rutinja van. Előzetes karantén ide, buborékrendszerben zajló versenyzés oda, kiváló úszónk egyedülálló módon, mondhatni családi körben fogja érezni magát Tokióban, lévén testvére a szintén tapasztalt úszó Dávid, és párja, a vízilabdázó Jansik Szilárd is ott lesz a japán fővárosban. Ez már önmagában egy mini fradi család. Én nagyon boldog vagyok, hogy így az egész családomnak sikerült kijutnia. Hát nyilván a Dáviddal, mivel együtt nőttünk fel, ezért mindkettőnek az volt a célja, hogy kvalifikáljunk, és remélem, hogy most már sikerül neki az, amiről gyerekkora óta álmodik. A Szilárd meg ugye ugyanez, most már lassan 4 éve ismerjük egymást, és nagyon-nagyon sokat dolgoztunk mindketten azért, hogy ott lessünk az olimpián, és mindannyian szurkolunk egymásnak, és ott leszünk egymásnak támaszként, hogyha kell, és ez is szintén egy olyan dolog, ami nagyon kivételes. Mint ahogyan a 22 ferencvárosi kvóta is az, de nézzük sportágakra lebontva, név szerint kik is képviselik majd klubunkat magyar színekben az olimpián. Mertz Tamás férfi pólókapitány, Fogel Soma, Jansik Szilárd, Mezei Tamás, Varga Dénes, Vámos Márton és Zalánki Gergő személyében 6 fradistának szavazott bizalmat. A hölgyeknél Vályi Vanda mellett Illés Annára is számít Bíró Attila mester. Ami úszóinkat illeti, a már említett Verrasztó testvéreken kívül Mihályvári Farkas Viktória utazik Japánba. Női kézilabda válogatottunk olimpiai keretének gerincét magyar bajnok csapatunk adja. A fradi mellett a nemzeti csapatot is irányító Elek Gábor kapitány 9 ferencvárosinak, Bíró Blankának,
Januri Kingának, Kluiber Katrinnak, Kovacsics Anikónak, Szucsánszki Zitának, Kisfaludi Anetnak, Háfra Noéminek, Márton Grétának és Satszön Nadinnak küldött meghívót. Birkózóink közül a szabad fogásúak 65 kg-os súlycsoportjában szereplő Muszukajev Iszmail lesz ott Tokióban. Míg az élő kajakozó legenda Kozák Danuta életében először zöld-fehér színekben vág neki a haboknak, talán nem túlzás azt állítani, az összes radista kvótás közül neki van a legnagyobb esélye az aranyéremre. A Fairplay szellemében készülök. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem az erőt, mitől minden beérik. A kis országot, hol együtt sokra megyünk. A frissességet, amitől büszkeség dagasztja keblünk. Új utakat, irányokat. A polcok bőségét. Azt, hogy itt otthon vagyok. Nekünk a hazai gazdaságot jelenti. Miért a szívünk dobban? Lidl. Minden jót. Jó áron.